Üdvözlök mindenkit, ez itt az Ügyfélóra. Hétről hétre jelentkező műsorunkban Maros megyei polgármesterek látogatnak el, hogy az elmúlt időszak eredményeiről, kihívásairól és terveikről beszélgessünk. Mai meghívottam Varga József, Gyulakuta község polgármester, üdvözlöm a műsorban. Jó napot kívánok, én is szeretettel üdvözlöm a kedves tévénézőket. Kezdjük a községnek és településeinek a bemutatásával. Ugye sokan ismerik, vagy áthaladnak Gyulakután, de több faluból áll. Hol helyezkedik el, kik lakják, és milyen településekből áll össze a község? Gyulakuta község Maros megye egyik nagy községei közé tartozik. Lakosságilag közel 4900 lelket számlál. A Kisküllő felső folyása mentén helyezkedik el, körülbelül 6700 hektár területet foglal magába, 6 településből tevődik össze, amelyiknek a központja maga Gyulakúta, de ott van mellette Kelementelke, Havatő, Bordos, Rava és Csöp egyaránt. Összességében közel 4900 lelket számlál Gyulakúta. Mi jellemző a vidékre? Ugye az köztudott, vagy sokan tudják, hogy a Kelementelkén például a bor egy nagyon jellegzetes dolog, vagy híres a boráról a település, de mi jellemző ugye a vidékre? Hát Gyulakúta község tengerszín fölött körülbelül 700 méterre, 6-700 méterre helyezkedik el. Az átlag napi hőmérséklete évre, évnapokra lebontva körülbelül 10 Celsius fok, az össz hőmérséklete 3000-3200 Celsius fok évente. Természetesen megfelel mezőgazdaságnak a területe, ellenben nem kimondottan sok a terület, főleg a szántóterület, ezért a múlt rendszerben 1990 előtt iparosítva is volt kiváltságképpen a község központ Gyulakúta. Bortermővidék, mindent meg lehet aránylag termelni, ellenben a mezőgazdasági terület nem volt elegendő a népességhez mérten. Itt megemlíteném, hogy például a község központban Gyulakután az egy lélekre eső szántóbirtok nem haladta meg sosem a 0,8 hektárt. Ugye 1952-ben Romániában elsőként itt létesült földgáz alapú hőerőmű, most is, amikor elhaladunk a főúton, látjuk a tornyokat. Mi a rendeltetése ma? Sajnos 1996 környékén bebizonyosodott, hogy ez a hőerőmű nem termelő, hanem fogyasztóként éli a napjait, és ezután az időszak után sürgősen le is csökkentették a munkás létszámot. Akkor valami 400 körül dolgoztak bent az udvarán, és rövid időn belül megszüntették a hőerőmű működtetését. Igen, így van, az első gázmeghajtású, gázalapú hőerőműve volt Gyulakuta Romániának. Itt képezték ki a szakembereket, a professzionistákat, akiket majd elhelyeztek Gyulakutára az ország meg annyi helyére, és ott részt vettek újabb és újabb gázmeghajtású, gázalapú hőerőműveknek a megindításában. A 90-es évek után 2011-ben történt a részben a hőerőműnek egy részének a lebontása. Sajnos ezt nem vitelezték ki 100%-ban, hanem vannak dolgok, főleg az irodahelyiségből, még vannak épületek, amelyik úgy csonkán, de megmaradtak. Olyan híreim vannak, hogy talán a mostani vezetése a villamos műveknek az megoldaná ezt a helyzetet. Reppentek fel ilyen
lehetőségek, hogy jönnének multinacionális cégek, mint például a Marubeni International cég, aki egy 3,3 hektáros területen próbált volna egy gyors meghajtású hőerőművet, 250 megawattos gyors meghajtású hőerőművet kialakítani, ellenben a végső alkudozásokban nem tudott Románia ezzel a multinacionális céggel kiegyezni, hiszen az államnak igen soknak tűnt az a bizonyos óraszám, amit kért a cég üzemeltetés céljából. 5000 órát kért évente, ez bizony egy kicsit soknak tűnt, és gyakorlatilag ennek a gyors meghajtású áramnak az értéke jóval nagyobb, mint az egyszerűek, és a román államnak az volt a válasza erre, hogy hát ha mi megállítjuk a hőerőműveinket, akkor nem jön jól ki az, hogy nektek 8 vagy 10-szeres árat fizessünk, és engedélyezzünk 5000 óra funkcionálást, működést évente. Most az utóbbi időben ismét felrebbentek valami jobb, bíztatóbb hírek, nagy figyelemmel követjük, talán az elektromos művek, az elektrocentrálé grup, hogy megnevezik őket, ismét egy újabb befektetésbe próbálkozik rövid időn belül. Ugye Gyulakuta községben a lakosság száma nőtt, ami hát nem általános tendencia az országban, fogalmazzunk így, hiszen sok településen csökkennek a számok. Önöknél mégis nőtt a lakosság lélekszáma. Minek tudható ez be? Hogyan látja polgármester úr, mi az, amért nő a lélekszám? Én úgy gondolom, hogy az utóbbi 10-12 év közös munkája is befolyásolná ezt a folyamatot, hiszen az a meggyőződésem, az a meglátásom, hogy az elmúlt 12 évben Gyulakuta dinamikusan fejlődött, tartotta a fejlődés útját, és talán ez magabiztonságot adott a lakosságnak arra, hogy visszafogja magát, hogy megszűnjön az a csoportos kivándorlás, ami az 1990-es évek idején történt. 2011-ben a népszámláláskor Gyulakuta község 4690 lakost számlált, most az összeírások alapján meghaladtuk az 5000 lakost, ellenben a végelszámolás 4900-ra zárta Gyulakuta községet. Ez egy biztató jel nekem is, a helyi tanácsnak, az önkormányzati képviselőknek, mindenkinek biztató jel. Tehát azt jelenti, hogy valami jó dolog is történhetik mindenek között Gyulakután, hiszen a lakosság nő abba az esetben, amikor átlagba egy ilyen 10 éves időszak alatt népszámlálás között átlagba 6-8% szokott esni a településeknek a lakossága. Ez mindenképp egy nagyon biztató jel, és ugye ennek sok oka is lehet, vagy sok mindentől függ az, hogy nőjön a lakosságnak a száma, és talán az egyik legfontosabb az oktatási intézményeknek az állapota, a helyzete, óvodák, iskolák helyzete. Hogyan állnak e téren az oktatás terén, az épületek terén? Mindig nagy tisztelettel adóztam az oktatásban dolgozóknak, és mindig azt szoktam mondani, hogy azért dolgozom, azért vállalok olyan sokat, hogy adjak a szülőnek, adjak a pedagógusnak, hiszen akkor a diákok, a gyerekek is kapni fognak. Gyulakuta község 8
iskolával rendelkezik, és 6 óvodával. A gyerekeknek az összlétszáma 470 körül van, amiből a 400-at meghaladja a diákok száma, és olyan 160-170-re tevődik a gyerekek száma, az óvodás gyerekek száma. Most már elmondom itt, hogy még ezen kívül van egy számunkra nagyon kedves gyerekkategória, a 0 és 3 éves gyerekek sora, amelyik a legutolsó felméréseim, és ezek az adatok általában a családorvosoktól származnak, 98 és 110 gyerekről van szó ebbe a kategóriába. Onnan tudom, hogy mikor egy új bölcsőde megépítését igényeltük mi a szakminisztériumtól, akkor ez is az egyik érv volt, amit fel tudtam hozni. Ez mindenképp remek hír, hogy ennyi gyerek születik, főként ilyen, hát ilyen fiatalok, ugye 0 és 3 év között. Beszéljünk egy picit a megvalósításokról. Az imént említette a polgármester úr, hogy az utóbbi 12 évben Gyulakuta ugye a fejlődés útján maradt, dinamikusan fejlődött. Milyen nagyobb megvalósításokat emelne ki, amelyeket úgy lát, hogy mindenképp érdemes beszélni róla, ugye több is van? Hát megvalósítás van most, ha arról szeretnénk beszélni, hogy pontosan mivel dolgozunk, hát vízzel, vízhálózat, csatornahálózat kiépítésével is dolgozunk többek között, de én csak visszatérnék a tanügyhöz, és elmondanám, hogy a pillanatnyi legszebb megvalósítás, ami folyamatban van, az egy operatív program által támogatott pályázat, körülbelül 6,7 millió lej értékben, és magába foglalja a gyulakutai gimnázium általános iskola 1-es és 2-es számú iskoláját, valamint a tornateremnek a külső, belső, teljes körű felújítását. Ez egy elég jó pénzalapokból dolgozó pályázat, működő pályázat. Körülbelül 60-65%-ba a vége fele tartunk, befejezetnek tartjuk, tehát a tornaterem az teljes 100% mértékben fel van újítva. Lapos fedelű volt, kapott egy gyönyörű sátortetőt, a 2-es számú iskola hasonlóképpen fel van újítva, átadás előtt áll, az is teljesen felújítódott, annak a szarvazata, a födémája, és külső-belsőleg felújítódott. 7 darab tantermet tudtunk átadni ezen az iskolán keresztül, és meg vagyunk győződve, hogy az idén, 2023. december 31-éig még képesek leszünk 17 darab új tantermet átadni. Ez egy komplex, egy nagyon összetett pályázati rendszer, úgy lehet elképzelni, hogy a szelektív hulladék begyűjtési tározóktól elkezdve egészen a legújabb számítástechnikai kompjúterekig, meg laptopokig, minden megtalálható ebbe a pályázatban. Milyen további terveik vannak még? Ugye fontos az, hogy legyenek tervek, célok, ami irányában haladjon akár egy ember, akár egy település, egy közösség. Önöknek milyen céljaik vannak a továbbiakban? Rengeteg célja van egy embernek, hisz véleményem szerint minden egyes földön élő embernek tervei vannak egyik óráról a másikra, egyik napról a másikra. Tervezünk, a végzés nem mindig a mi oldalunkon van, sok a pályázat. Rengeteget dolgoztunk, én úgy gondolom, hogy minden egyes lehetőséget kihasználtunk azért, hogy
hogy pályázatokat indítsunk, és egyre megfelelőbb, egyre jobb, egyre élhetőbb Gyulakútát alakítsunk ki. Nem állott be egyetlen vonat sem Gyulakútán az állomásba, amelyikre nem próbáltunk felkapaszkodni, és nem próbáltunk valami jót hozni azzal Gyulakútának. Ugye az élhető településhez az is hozzá tartozik, hogy legyen élet benne, gondolok itt közösségi rendezvényekre, tevékenységekre, lényegben a közösségi élményre, amelyeken az emberek részt tudnak venni. E téren hogyan állnak a községben? Mindig az volt az egyik célom, hogy a maga hivatal, maga a helyi tanács ne csak az infrastruktúrális fejlesztésre adjon, ne csak ezzel foglalkozzon, hanem a közösségi élet fejlesztésével és lebonyolításával is. Igen, határozottan kijelenthetjük, hogy Gyulakútán van élet, van közösségi élet. Ebbe a közösségi életbe beletartozik a gyulakútai általános iskolának a tevékenysége, tehát az órák utáni tevékenysége, a pedagógusok tevékenysége, de nem elhanyagolható az egyházaink zászlóvívőinek, azoknak a szervezeteinek a tevékenysége, és természetesen a civil szervezeteké sem. 2012 óta minden évben megszerveződtek a gyulakútai községi napok, akár önpénz, saját pénzekből, pénzalapokból, akár pályázati, uniós pályázati pénzekből. Minden évben megszerveződik a Kelementelki Szüreti Fesztivál, Szüreti Mulatság. De ezen fölül az adventi ünnepekről sem feledkezünk el. Az adventi koszorú környékén a gyulakútai ötletes nők szervezete segítségével, jóvoltából minden vasárnap találkozhatunk. Egyházainkban megszerveződnek az anyák napja, a nők napja, az idősek napja. Minden esetben Gyulakútán van gyulakútai ifjak szövetsége, futballcsapatunk, gyermekfutballcsapataink vannak, és nem felejthetjük ki természetesen a gyulakútai szivárvány gyermektánc csoportot sem, kulturális egyesületet sem, amelyik ugye már többször akár nemzetközi szinten is bizonyított, és bizonyította azt, hogy nagyon jól végzik a munkájukat ők is, az oktatók is, az egyesület vezetők is, hiszen itt el kell mondani, hogy több mint 100 gyerek vesz részt ebbe a tevékenységbe. Van ott pici csoport, kicsi csoport, középcsoport, nagy csoport, minden. Nem feledkezhetünk meg a Havatőért Egyesületéről sem. A Baranta Egyesületért, a Havatői Egyesület nagyon sokat tesz a településért, Havatői. A Baranta pedig az ókori, a régi, ősi harci technikát próbálja megtanítani a gyerekeket, ezekre tanítja, és ezekből vizsgáztatja majd minden év végén őket. Tehát van, elmondhatjuk, hogy van élet, és ez nagyon, nagyon biztatos, nagyon jól eső érzés mindannyiunk számára. Nyilván ez nagyon fontos, hogy ugye az emberek is részt tudjanak venni hasonló tevékenységekben, eseményeken, akár egyházi összejöveteleken. Beszélgetésünk vége fele utolsó kérdésemként az lenne, hogy milyen az önkormányzati csapat? Ugye nem egy egyszemélyes munka a község vezetése, hanem ez egy csapatmunka, jól kell működjön ez is, hogy előre menjen a település. Hogyan értékelni a csapatmunkát? Igen, kiskoromtól kezdve mindig csapatban dolgoztam. Nagyon kevéssel haladtam meg a 10 évet, mikor
bekerültem a gyulakutai Energia futballcsapatába, az ifjúságban, majd a nagy csapatban játszottam. Azután divíziós bajnokságokban játszottam, mint futballista. Tehát én megbízom, bízok a csapatmunkába. Én az életemet nem tudom elképzelni csapatmunka nélkül. Mezőgazdasági szakmérnök vagyok. Abba a hivatásban 33 évet dolgoztam, és ott úgy éreztem, hogy elbírom vinni egyedül a terhet, a gondot. Ellenben egy polgármesteri hivatal összetételében, összességében nem hasonlítható egy ilyesmihez. Ez egy sokkal komplexebb, sokkal összetettebb dolog. Ide kell a csapat, ide kellnek a jó társak. Gyulakuta polgármesteri hivatala 33 munkatársal dolgozik. Az elmúlt 12 évben ezeknek az összetétele nagyon kevésbe változott. Mindössze 2-3 ember volt, aki vagy nyugdíjba vonult, vagy magasabb politikai pályára lépett. Ellenben elmondhatom, hogy hoztunk 4-5 olyan munkatársat, aki bizonyított, és aki igazi húzóerőként számít most is. Jó csapat van, ekkora terjedelmű munkát, ekkora munkabedobást nem lehetne csak úgy felületesen elvinni, elviselni és eredményre állítani. Mindenképp örvendetes ezt hallani, hogy jó a csapat is, hiszen ez kulcsfontosságú a fejlődésben. Polgármester úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást és beszámolt ezekről. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A nézőknek meg köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok, viszontlátásra!